Miközben itt Magyarországon 56-ra is visszatérve, de még magát a rendszerváltást is beleértve, kibeszéletlen, megoldatlan dolgok vannak, amelyet mindenütt a világon, és nem csak a öreg Shakespeare-re gondolok, az Abitra, aki különben modernebb, mint bárki más, az írók, a művészek, a fotóművészek, a festők, kikkel beszélni, át kell egy művészeti szintre emelni azt, ami még tegnap lüktető kín volt. Na de, és akkor nem beszélek a nyelvműveléséről, mert itt arról van szó, hogy sajnos, hogy nyelvében él, már mindenki ezen ugye humorizál, mert ugye mondják, hogy nyelvében él a férfi, nagyon helyen, de az anyanyelvről van most szó. De hát emlékszem, hogy 92-93-94-ben még voltak viták arról, hogy például az idegen kifejezések, idegen nyelvi kifejezések, az üzleti életben, a számítógépben, az üzletek feliratában, stb. Kész, minden elcsitult. Mindenki ott rongálja a magyar nyelvet, ahol tudja. Na most ez az egyik rongálási mód, és a másik, amire te finoman céloztál is, hogy van azért itt egy tehetséges réteg, amely réteg nem tudja pontosan a saját nyelvéhez való gyökereit tisztázni, stílbravúrral tele, nagyobb talentumra kötelezhetni őket, azok meg eljátszadoznak. Aztán van az a pár ember, nem akarom most ugye népszerűen, hát ha kihagyok valakit, mert azért itt vannak óriási tehetségek. Hát most legutóbb Csüti András ment el, mert nagyon, szóval sokan elmentek itt a nagyok közül, akik tudták ezt a nyelvet, érdekes módon vállalták is ezt a nyelvet, és nem döngették a mellüket. Tehát magyarul beszélni 15 milliónyannál többen nem igen tudunk a világban, csoda, hogy megvagyunk. Na most ehhez kell megőrizni, meg kell őrizni azt a csodálatos nyelvi, költői, kulturális múltat, amelyet még most is az új és új tankönyv összeállítók szeretnének megnyírbálni, fölhigítani, behazudni, meghamisítani. Én azon csodálkozom, mert ezek nyilván kvalifikált emberek, hogy merik felvenni a fizetésüket, vagy hogy mernek egy jó sultódarast enni azon a pénzen, amit tulajdonképpen nem, ne finomkodjunk, ez nemzetárulás. És a magyar és az írástudók árulása úgy látszik, és a gazdasági szakemberek árulása is, mert azokat nem engedik szóhoz, akik ezt az egész dolgot megpróbálnak megmenteni, hogy visszaadni a könyvkiadásba, hogy nem igaz az, hogy a pedagógusokkal így kéne bánni, bár tudom, hogy már Gárdony is azt mondta, ha jól emlékszem, vagy Móra, hogy ugye a nemzet lámpása, mit csináljon, de szóval ahol hivatás van, itt a kettő most már annyira összefügg, hogy én még egyszer mondom, nem vagyok összeesküvés elméletes ember, mert akkor jaj lenne nekik. De ez van. Ugyanakkor mindennek megvan a maga reakciója, a hatásnak megvan az ellenhatása. Mondom ezt azért, mert azért hála Istennek vannak biztató jelek, mint ahogy a beszélgetés elején erről szó volt. Egyre nagyobb az érdeklődés például a magyar őstörténet iránt, így elutasítva a ránk erőltetett finnugor elméletet, egyre nagyszerűbb könyvek jelennek meg. Bunyavár Zsuzsának ugye a Szent Grál üzenete, Kolozsváriga térnek a királyi mágusok története, csak ezért ezeket említem, mert ezekről, és hát az Árpád Hír televíziós beszámolt róluk, illetve ismertette őket. Zsuzsa is vendégünk volt, Attila az vendégünk lesz ezen a héten. Nagyon a magyar nagyokról is jelennek meg könyvek, ugye Gönczi Tamásnak a Naputól, Csodvári Koszkati Vadarról. Tehát jelennek meg jó könyvek, hogy azért térjük vissza az eredeti szándékhoz, a kettőcsánáláshoz. Mert van remény. Van remény. Van egy-két kiadó, bocsássuk. Ezt akarok, igen. A remény részét. Igen, a remény részét, mert látom, mert igazad van, nagyon okosan, van ellenreakció, és végül is szabadna ezt a közhelyet, a sátán is kimerül egyszer, de hozzá kell segíteni. Arról van szó, hogy a napjainkban, hogy én figyelem, bár az ember ugye az írott szótól, a képtől már kicsit meg is ijed, mert már kiábrándul bizony vonatkozásokban, de nem engedheti meg magának. Tény, hogy vannak például könyvkiadók, vannak vállalkozók, vannak pénzügyi magánhősök, régi szép szóval mecénások, akik valamiképpen odaállnak dolgok mellé. Hát én csak kettőt-hármat említek, hát hogy a Püski az egy világranglistán a magyarság érdekeit szolgálja, nagyon sokat tesz, gondolom én,
Kairosz kiadó a Bedő Györgyék, akik kiadják, mit jelent magyarnak lenni, mi a hit, elképesztő módon veszteségesek. Most ez veszteségesek, amiről beszéltem, ők is valahol azért fekete listán vannak. Engedik részben, tehát az, hogy megjelenhet maga a dolog, aztán ha beledöglik, beledöglik, mert dán demokrácia van. Igen, persze, az a Massi kiadó, bocsáss meg, most egy hatalmas sorozatot indított, és mire mondtad a Csontvárit, ugye ez egy halott, óriási zsenink, vagy például Subka Magdon, aki szintén meghalt, akit én a világ legokosabb, legnagyszerűbb asszonyaiként tartok számon, aki mit harcolt például Abanovákért, hogy arra sok szennyet levakarja, hogy mi legyen, ebben még én is lettem harcostársa, de itt a Massi kiadó megcsinálja azt, teremtők sorozatot találtak ki, elismerem drága, hogy 4000 forint, bár nem tudom mihez képest, ahol az első három indítás Kőpál szobrászművész, Petrás Mária kerámikus és ugye Mária még gyönyörű torkú, és Olasz Feri is. Erdei Kati ügyvezető, ezt akkor nem akarnak kivagyni. Vendégünk lesz. Ja, akkor ezt elmondom. Csütörtökön. Jó, akkor nem lennem elő. Jó, akkor én kész csütörtökönyvet küldöm, és az az igazság, hogy mert én annyiban vagyok érintve, hogy én a MOM-ba ezeket a könyveket, amit Németh Miklós Attila kötött át a maga szövegével, hogy bizonyos dimenziós föl is nőve, megpróbálom, hogy ennek könnyű ilyen sokrétű művészekkel lenni. Itt csak arról van szó, jó, mondjad akkor. Annyit hadd tegyek hozzá, hogy például nagyszerű az autor kiadó Lothringer Miklósék Somogyvári Gyula diák életéről szóló sorozat, teljes életművét újra kiadták. Fantasztikus. Vagy a medvény munkássága, ugye fölfedezi az egész házának kulturális igazgatója. De aki tényleg fölfedezi komolyan. De itt van Dvorszky Hédi, aki a most a képzőművészetnél maradván, aki azért megpróbálja, tehát nem csak a halottakat, mert mindig mindenhonnan elkésünk, még a sajátnak halálát is lekésünk, vagy rosszul temetjük el őket, akkor újra kikeszek. Szóval nekünk még ezzel is problémánk van a temetéssel, mint tudjuk, és nem csak a politikusok. Ez mindig a politikusok miatt van. Van ez így külön, igen. Ez így igaz. Úgyhogy neki most forgattam könyvét. De már, ha így nem... Tolnai László, Alprint kiadó. Jó, Tolnai döbbenetes. Igen, vagy most van ez az esztéta, költőbarátunk, a szenzációs könyvet írt, mondjuk Kemsei Pista. De mondom, ez azért nem szabad így félre, mert ugye csomó ember most hirtelen nem jut eszünkbe, kimarad. Csak azt akarom neked, amit te nagyon okosan mondtál, alátámasztani, hogy van egy izmosodó, minden anyagi nehézség és bizonyos erkölcsi elnehezítés ellenére is, hisz itt megszűntek az újságokban például a valóságos méltatások. Te fejrálsz egy rádióműsortól, egy jó tévéműsortól, hallgatás fogadja, egy páran fölhívnak, aztán gratulál. Illetve a méltatás van, csak nem ennek a körnek, mert például a Gondos Béla kiadó itt a Magyarok Háza földszintjén. Ezt is elfelejtettem. Ez én is mondtam. Köszönöm szépen. Egy Gondos kiadó könyvet mikor méltattak? Nem nagyon emlékszem. És emlékszem, hogy kitűnő dolgok, és még már mondhatnánk, igazad van más, de az igazság az, hogy például a Bakayt csak azért említettem, ugye, mert Bakayt Kornél. Egy fantasztikus, most rendesen valami tankönyvet is akar csinálni, ami végre úgy van. Folytatni, mert vagy folytatni, elkezdtem. Igen. Na most csak a Bakayt könyvre emlékszem, még a Hitelnél dolgoztam, és mi írtunk, mivel áll Istenek Örömbei Andris mindenre oda figyel, mert ezt a recenzőt az ő intézi, de például Bakayt Kornél könyvét emlékszem, hogy nem lehetett megkapni, noha Püskine meg lehetett, mert például lentartották a Magyar Írók boltjában a pincében. Tehát így, szóval olyan dolgok, a Kiszeli könyve, most ez mindegy, ez antropológus, mert azért az is sok igazságot is mond. Ugye László Gyula bácsi második kiadása, szóval az az igazság, hogy itt van, vagy a Számtai könyvek, vagy szóval megjelenhetnek olyan vékony spektrumon, olyan vékony szinten, ami nem juthat el. Intelligens ember igényessége folytán, nem azért, mert műveltebb, igénye van rá, talán eljut, mert egymásnak is elmondjuk. Fölhívjuk egymást, és te olvastad ezt a könyvet, nem, utána nézek. De nem engedi meg a kereskedelmi tévérendszer, nem engedi meg a 28 megyébe megvett napilaprendszer, egyszerűen... Vagy nem a szocialista, liberális érdeket. Igen, nem engedi meg az, hogy mondjuk a Pázmán diákjai egy nagyon szép, felemelő
műsort rendeztek valahol. Erről a közszolgálati tévében nem fogsz hallani, arról hallasz, hogy XY rockstar, aki ráadásul nem is tudom, hogy az azt csinált, hogy most éppen válik. Na most de ez is... A Győzike. Ne, azt nem menjük észre, mert a Szörny szerintem Győzike már rég nem érzi jól magát, ha van egy kis erkölcsi érzéke. Az a más kérdés. Hagyjuk most a szerencsétlent a szó olyan értelme, ki van választva erre a feladatra, hogy kik erőltetik. Hát ő maga már többször visszalépett, összeruppant, ráment házasság. Kik és miért? És miért? Erőltetik. Qui protest. Igen, qui protest, nagyon helyes. És a másik dolog pedig az ugye, hogy ez rá van erőltetve. Mert akár mit csinálsz, hát most... De menjen ezzel a műsoridő, ez egy kulturális nemzetárulás. Amiről a szó elején beszéltünk, úgyhogy én nem akarok panaszkodni, tudom azt, hogy van ellenállás, van téma, és nem kell mindig mindentől megijedni. Így igaz. A könyvkiadók kínálatával ezen a héten megismerkedhetnek majd a kedves nézők. Döbrentei Kornél készül-e valamire? Hát nem tudom, én szeretném... Most nem a rendszerváltásra... Az már kicsit késik, az igazi már késik. Én a lelkem mélyén már elmúltam 60, azért kitalálnék egy-két dolgot, de utána most már az ember összegződik, gerebélyeződik, mert redes a történelmi helyzet is olyan, hát abból indulok, hogy a Püski kiadó Istvánék felajánlották, hogy egybegyűjtött verseimet a könyvétre megjelentetnék. Most jöttem rá, nem mint hogyha fel akarnám életemet nagyon turbózni, de elképesztő dolgok maradtak, de én nem azért, mert rosszul voltak, mert a fiókba. Úgyhogy számomra, azon, hogy néha unom magam, legyünk egymáshoz őszinték, te is gerebélyezted már össze a magad műveit, de olyan meglepetések is érnek, hogy meg kell valljam, hogy tulajdonképpen ez ad egy kis lelket, tehát ezt gerebélyezem össze, és valószínű valami egész mást, így a fejemben már mozog, valószínű ez inkább prózai dolog lesz, közben verset is írok, most is dolgozom egy anyagon, elég veszélyes a címe, félreérthető, és apám ad kölcsön a pisztolyodat, már régen megkocsadni ki van második évvel. Kár, hogy nem tudunk a vasárnapi újság című rádió, ősbemutatót csinálni. Igen, és már volt ősbemutató, most az egyik ősbemutatósomat, de rajta is hagyom a magyaroknak való, amit voltál szíves bemutatni, és oda van írva, de van ott több is. Szóval én nagyon büszke vagyok most, hogy végiglapoztam ezt a könyvet. Ez is például, múltkor elfelejtettünk a te könyved kapcsán erről beszélni, mert ugyan szóval én arra nekem kellett volna egy eszembe is, de annyira elmúltunk a múltba, hogy ez egy teljesen új műfaj volt. Azt mondtam, hogy te csütörtökön közvetítette az Árpád, én nem is tudom. Én nem tudom. Mi ott beszélgettünk, valószínű, igen. András csak azt, hogy nem közvetítette más alkalommal. Szóval te bevezetted ezt, színész szereztél, és megmondom őszintén, de nem csak az én versemet, hála Istennek, mert voltak fontos anyagok, amikor úgy érezted, ez is egy, ez a mostani rádiószerkesztő, ez nem oda való, de az, hogy volt a történelmileg tapintható pillanat. Na most itt jön, hogy valaki tanult szerkesztő, vagy született szerkesztő. Az letapogatja az agyával, azt mondja, ez a meg. Na most ugye ez azt is jelenti, hogy több évünt kevésbé azért mégiscsak tájékozott. Én nem azt mondom, hogy éjszakánként a Bibliáját, a verseket olvassa, bár minden felképzelhető. De a lényeg az, hogy én nekem, neked köszönhetem hát az Usztichot, a Sinkovicsot, de még Szerzsény Gyuszit, szóval azért itt a magyar értelmiség klassz emberei jó verseket, jó verseket, döntően emlékszem, mennyi telefon érkezett, na most ezzel lezárni olykor egy nagyon komoly, ugye, amiben hírek vannak, kommentárok, interjúk, és akkor bum! Én arról beszélek még mindig, ami azt jelentette, hogy te egy kicsit a versnek, a verset a valóságos jogaiba visszahelyezted. Mert a sok szöveg, nagyon okos történelmi fejtegetés után mi az a pillanat, amikor bum? És hát ez volt. Na ilyen bum már nincsen. Tehát visszatérve, akkor érdemes a könyvesboltok. Abszolút. Kínálatát azért. Most is ne lektült vegyenek, ugye elég drágák a könyvek, és nem a könyvkiadók miatt, a könyvkereskedők miatt drágák. Nagyon kellemes trükkje a könyvkereskedőknek az is, hogy a Püskitől kezdve, vagy bárkitől megrendelnek könyvet, aztán elteszik. Tudnélik, a kiadónak akkor nem jön belőle pénz. Erről van szó. Anyagilag így is meg lehet folytani. És van is ebben egy ilyen játék. És akkor büszkék rá, hogy na, mi megvesszük, terjesztjük a... Pontos. Így van, és kérem, hogy demokrácia van, itt nem lehet belekötni, jöhetne egy ENSZ bizottság, bár most hagyjuk az ENSZ bizottságot, egy bizonyos potrányok miatt.
Úgyhogy gyakorlatilag én nem látom egyáltalán reménytelennek, de azt is meg tudom. Pokolian nehéz. Én ismertelek téged egy más rezsimben, ahol más törvények voltak, az óvodáskorunkat valószínű mindenki még másikban. Én azt kell nekem.